Az óvodások mellett a kisiskolások és az Attalai Pávakör is műsort adott az új óvoda avatásán. 2018-ban 270 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatást nyert Attala, amiből épületek, utcák újultak meg, de a falunak az óvoda felújítása a legkedvesebb. Már kész terveik voltak, mikor kiírták a pályázatot, a két csoport pedig várhatóan megtelik, mert nem csak gyarapszik a 800 lelkes Attala, hanem segítik is az itt letelepülőket. Minden család kap 300 ezer forint visszanemtérítendő támogatást, valamint mivel, hogy úgy mondjam, népszerű lett Attala, többen a vidéki területek is jönnek ide, lakást vásárolnak, és még egy lényeges dolog, hogy sem a szomszéd településen egyikben sincsen óvoda. A megyei önkormányzat által koordinált területfejlesztési operatív program támogatásával sikerült felújítani az óvodát. A megye egyik célja, hogy a kis településeken élők lehetőleg ugyanolyan szolgáltatásokhoz jussanak helyben, mint a városokban. Új osztály indul az iskolába, szép az épület, minden alkalmas arra, hogy a következő időszakban, években, évtizedekben lehessen építeni a vidéki Magyarországot. Nagyon fontos ez nekünk, és ezért próbál a megyei önkormányzat is minden lehetőséget megragadni, hogy a területi operatív program pályázatait ilyen települési programokra tudja fordítani, és segítse az ott élő emberek életét. Az épület átadásán jelen volt Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, aki kisgyermekként maga is az attalai óvodában töltötte mindennapjait. A politikus szerint a kistelepülések fejlesztési lehetőségeinek a jövőben a Modern Falvak program további lökést adhat. Orbán Viktor miniszterelnök úr egy évvel ezelőtt hirdette meg, hogy a Modern Városok programot követően jön a Magyar Falu program. Kikérik a véleményünket és a tanácsunkat, és a kormány egy olyan nagyévű program elfogadására készül még ebben az évben, ahol nemzeti forrásból, vagyis saját erőből biztosítja mindazt, ami még élhetővé teszi Magyarország kisebb településeit. Az attalai óvoda a felújításnak köszönhetően már 2,5 éves kortól fogadhatja a gyerekeket, így segítve a szülők korábbi visszatérését a munkavilágába. Ezzel a lehetőséggel mindjárt 6 anyuka élt a településen.